kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók, szervusz Tasnádi, szervusz Nyári. Oleh. Szervusz Oszkár. Én két hete tördelem a kezemet, hogy vajon mikor látok egy béketervezetet, egyelőre megdermedt frontvonalakat látok, mínusz Mariupol háború. Már csak nem 4 hete zajlik az orosz-ukrán háború. A frontvonalak továbbra is merevek, békére pedig egyelőre nincs sok esély. A hetek óta ostromlott Mariupol még mindig tartja magát, és a városból is tovább folyt az evakuáció kedden. Az oroszok által elfoglalt Herszonban már hiány van élelemből és gyógyszerekből is, miközben orosz ellenes demonstrációk annak ellenére is folytatódtak, hogy hétfőn az orosz katonák belelőttek a tömegbe. Volt olyan orosz katona, aki tankostól adta meg magát. Joe Biden szerint a moszkvai kormány biológiai vagy vegyi fegyverek bevetését fontolgatja. A rivnyei atomerőmű személyzete jelezte, hogy felkészült az orosz támadásra. Szokásos háborús mindennapok. Ami izgalmas tényező most leginkább állítólag az az idő, mert ahogy jön a tavasz, úgy válnak majd járhatatlanná Ukrajnában az utak. Hát ez tulajdonképpen már megtörtént, ez a Rasputica, amiről beszélünk, sártábornok, a 2. számú legnagyobb szövetségese ennek a hatalmas keleti térségnek, illetve az itt élő népeknek, ugye az első téltábornok, a második sártábornok a hatalmas kelet-európai síkságon, illetve hát ezen azon a mocsárvidéken, ami például Belaruszt elválasztja Ukrajnától, ott az szokott igazából ilyenkor nagyon felvizesedni, és ezen a harctevékenység gyakorlatilag ilyen, hát legalábbis egy gyalogos, hagyományos, nagyléptékű gyalogos harcászat, vagy földi harcászat, ha nem is válik lehetetlen, de nagyon nehézé válik. Egyébként átlag ez az akadálya többek között a belarusz offenzívának is, azon túl, hogy az ukránok felszedték a hozzájuk vezetősinek jelentős részét, eltorlaszolták az utakat, illetve ugye a belarusz hadsereg maga sem veszi szívesen részt ebben a támadásban, és egyelőre minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a Putyinnak tett ígéretüknek ellenszegüljenek. Ellenszegüljenek, és valahogy kibekkeljék azt az időszakot, amíg valamiféle döntésre nem jut egymással ez a két ország. Tehát Belarusz jól láthatóan kimaradni akar inkább, mint a Putyinnak, tehát hűséges külnek engedelmeskedni. Én most úgy érzem magam ezzel a sártábornokozással, mint egy ilyen futballmagyarázó negyed órában a meccs után, hogy az arra szállós irány tarkolyán megpattant a labda, és akkor elájultak a játék. Hát, hogy tényleg a latyakos időjárás. Ki az, aki erre figyelmeztet? Illetve a kelet-európai síkságról azt kell tudni, hogy nyilván most már a térség úthálózata jóval fejlettebb, mint mondjuk 1941. júniusában, amikor a németek támadást indítottak Oroszország ellen. Igen. Viszont ettől függetlenül sem, így is hatalmas területeket nem hálóz be ez az adott a nyilván sokat fejlődő úthálózat, és itt a közlekedés a földutakon történik. Illetve hát át a mezőkön, erdőkön, de leginkább a mezőkön, illetve azon a mocsárvidéken, amiről már az imént beszéltünk. Mm. És amikor jön az olvadás, meg jönnek a tavaszi esőzések, ez az egész terület felázik. Egyébként, ha ugyanez a jelenség nem sokkal a tél előtt is megszokta nehezíteni az ott élők életét, illetve a mindenkori támadók és védekezők életét, ha elővesszük mondjuk az 1941. októberében készült, a keleti fronton készült filmfelvételeken, ott is látszik, hogy még nem esett le a hó, de a német gépesített egységek már elakadtak az elképesztő sárban. És a síneknek a felszedése, az gondolom leginkább az utánpótlásnak az erejét vágja el. Igen, nem, de nem arról van szó, hogy azon sínen jönnek a konvojok. Részben igen, tehát például a vasúthálózat eddig azért kell. Eddig látunk már ilyet? Tehát már úgy értem, hogy ennek az összecsapásnak az elmúlt néhány hetében. Mármint, hogy miért pontosan? Hát, hogy konkrét szállítmányokat, vagy konkrét haderőket vasúton. Van rá példa természetesen, igen.
Igen, többek között a Rasputicát ezzel lehet kikerülni, mármint hogy vasúti szállítással, de a vasúthálózat sem olyan fejlett, hogy azon keresztül meg lehetne oldani mindent. Sőt, hát leginkább a egyébként nagyon érdekes, hogy az oroszok, akik a legjobb ismerői ennek a jelenségnek, mármint a tavasz, illetve az őszi elsarasodásnak, miért pont a legsarasabb időpontot választották a támadás időpontjául, erre megint az a válasz a nálamnál sokkal képzettebbeknek, hogy nem számítottak ilyen mértékű ellenállásra, és azt gondolták, hogy elég ráijeszteni az ukránokra, illetve számítani a keleti megyék orosz lakóira, és ez megoldja majd vagy illetve ez már önmagában dőlőre viszi ezt a kérdést. Igen, most folyamatos felmorzsolása zajlik az ukrán védelemnek, meg az ukrán hadseregnek, de azt is látjuk, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Mariupolnál győzni fog az orosz haderő, ami hát egy nagyon komoly stratégiai siker, meg egy nagyon komoly pszichés siker is, és felveti a kérdést, hogyha a tengertől elvágják ugye a szárazföldön harcoló csapatokat, és a Krímből az észak felé tartó egységek bekerítik ugyanezeket az egységeket, akkor katlanoknak nevezi azt hiszem a harcászat, katlanok keretkeznek, és ezek a katlanok, ezek alkalmasak arra, hogy nagyon nagy létszámú haderőt is viszonylag gyorsan felmorzsoljanak, és az ukrán hadsereg azért egy paraszthajszál választja el ettől a helyzettől. Hát legalábbis a keleti megyékben, de ugyanakkor... De ott vannak a főerők, tehát hogy igen. Van egy ilyen harcászati taktikai hiba, hogy miután nem számoltak, hogy ennyi irányból támadnak, ezért a legfontosabb, legjobban felszerelt csapatai Ukrajnának ott a Donbászban vannak, és hogyha őket elveszítik, akkor nyilván egész Kelet-Ukrajna, de valójában az ukrán hadseregnek a legütőképesebb része is odavész. Igen, de annyira ellentmondásosak az onnan érkező hírek, nyilván amennyire jelen való és aktív, vagy jelen van és aktív az orosz titkosszolgálatok nyomása a nyugati közvéleményen, és amennyire ez érezhető a hétköznapjainkon, úgy nyilván az ukrán dezinformációs tevékenység is roppant erős, tökéletesen érthető az ő nyomulásuk is. Ennek következtében van egy, hogy mondjam, egy ilyen húra optimista ukrán megközelítés is, amiről lehetetlen eldönteni, hogy mennyire valós, illetve mennyire meseszerű azok, vagy mennyire valóság, vagy mennyire meseszerűek, vagy túlzóak azok az állítások, amiket ezek a húra optimista ukrán hadijelentések megfogalmaznak, de hogyha mondjuk el is osztjuk ezeket kettővel, azért az jól látható, hogy ez a felőrlő harc, amit az oroszok választottak, legalább annyira őrli fel őket is, mint amennyire az ukránokat. Tehát, hogy igen, a keleti megyék jelentős részben már, vagy hát nem jelentős részben, inkább az úthálózatuk van, ami azért persze kulcskérdés orosz kézen, de az is nagyon fontos, hogy amennyire megszenvedik az ukránok ezeket az ütközeteket, vagy támadást, vagy ezeket a leginkább a klasszikus városharcra emlékeztető ütközeteket, olyannyira, vagy annyira megszenvedik ezt az oroszok is. Ráadásul az ukrán hadsereg azért... Az oroszoknál a civil lakosság nem szenved, igen, de azért az ukránoknál igen. Az ukránoknál igen, akikről most legutóbb valamelyik brit katonai szakértő, az a baj, mert nem ugrik be a neve, tweetelte, hogy beszpídezett tálibok, mármint a hozzáállásukat tekintve, tehát hogy az ukrán morál továbbra is nagyon jó, még az orosz jóval kevésbé, de azt akartam igazából ezzel mondani, hogy az húra optimista ukrán hadijelentésekben, illetve a velük foglalkozó szakértők jelentésében már egy ukrán offenzíva is megfogalmazódott, ami nyilván elsőre tényleg a fantázia kategóriájába tartozik, vagy a mesékbirodalmába, hogy Ukrajna nemhogy sikeres ellenállást tanúsít az orosz hadsereggel szemben, hanem még ellentámadásba is menjen át. Ez már tényleg nonsens, de hát az elmúlt hetek eseményeit látva tulajdonképpen bármi belefér. Tehát ezt a reálisnak elképzelhető. Nem, azt mondanám, hogy erre nagyon-nagyon kevés esély van, de szerintem az oroszok
pont egy ilyen hagyományos hadviselési stílust felvonultató ukrán offenzívával szemben tudnának a legsikeresebben védekezni. Az ő védekezésüknek pontosan az a kulcsa, hogy ezzel a tömegtípusú hadikultúrával szemben egy nagyon mozgékony, kreatív, nem a főparancsnokság terveit betű szerint végrehajtó hadviselési stílust vonultattak fel, hanem ezt a kis harccsoportok nagy mozgási és cselekvési szabadsággal, és nyilván nagyon komoly amerikai technológiai, illetve titkosszolgálati vagy akár harcvezetési szupporttal kiegészítve, és ez nagyon eredményesnek bizonyul egyelőre azzal a hagyományos és nagyon sok tekintetben ügyetlennek bizonyuló orosz harci stíl, vagy háború, hadviselési stílussal szemben, amit látunk, de hát ezt már ugye sokszor elmondtuk. Igen. Ami még érdekes számomra, hogyha sikeresek lesznek az oroszok, és mondjuk Kelet-Ukrajnát megszerzik záros határidőn, tehát mondjuk 1-2-3 héten belül, hogy ez az orosz logisztika, amit most azt látjuk, hogy teljesen vagy részben becsődöl a saját hadsereg támogatásával, mire lesz képes ezekben az ukrán városokban, ahol rommá lőtték a közműveket, a vízhálózatot, a gázhálózatot, nincsen gyógyszer, élelmiszer, tehát a humanitárius katasztrófát vajon megoldja egy orosz győzelem, vagy egyébként akár egy ukrán győzelem is, mert itt nagyon úgy tűnik, hogy elkezdett ketyegni egy bomba, amire nem lesz senkinek sem válasza, ha csak nem lesz nagyon gyorsan béke, és nem jönnek marsal segélyszintű támogatások nyugatról. Teljesen egyetértek veled. Ami engem is pesszimizmussal tölt el, az, hogy jól láthatóan a Putyin most már elhatározta, hogy ezt végigcsinálja. Tehát hetekkel korábban, vagy néhány nappal korábban itt még arról beszéltünk, meg hát számtalan televízió, rádió műsorban és podcastban és értekezésben arról beszéltek, hogy Putyin vélhetőleg a megfelelő kiszállási pontot keresi, illetve lehet, hogy a nyugat, ha retorikájában ellenük is megy, valójában egy ponton majd, vagy kínál valamiféle kiugrási pontot a Putyinnak, hogy ne egy ilyen valamiféle ilyen nukleáris terrorizmus válcsapó anarchiába torkoljon a Putyin nélküli Oroszország végső széthullása. De egyelőre úgy tűnik, hogy Oroszország minden az őket érő nyugati nyomásos, elsősorban a gazdasági szankciókra gondolok, ellenére egységes marad. Nyilván ezek manipulált közvélemény kutatások, de azért készülnek Oroszországban közvélemény kutatások, sőt csak részben manipuláltak, illetve a nyugatról is mérik az orosz közvéleményt, és azért az látszik, hogy az oroszok nagyjából kétharmada, ha nem is háborúpárti, de elviseli a háborúval járó terheket. Amire számítottunk, hogy az a kb. 10 millió nagyon magas életszínvonalon élő orosz, gazdag orosz ember, oligarchák és a családjuk, illetve az a nagyon meggazdagodó felső középosztály majd valamiféle nemzeti ellenállásba kezd, vagy pusztán a vagyonukat féltve szervez valamiféle összeesküvést, ennek nem látszanak igazából a nyomai, és ami szintén nagyon fontos, hogy de egy összeesküvés esetében ez nem is feltétlenül baj. Igen, de hogy az elégedetlenségnek sem látszódnak a nyomai, akkor inkább azt mondanám, hogy azért Oroszországban, amikor elindul valamiféle ilyen nemzeti mozgolódás, akkor az annak jól látható jelei szoktak lenni. Lehet, hogy ez pusztán arról szól, hogy mindig nem értjük elég mélyen és jól az orosz néplelket, ami ezek szerint még mindig jobban viseli a háborút, annak ellenére is, hogy a 21. században élünk, még mindig inkább az orosz természeti csapások, vagy a népet érő, velük együtt létező, a történelmükkel együtt sodródó természeti csapások sorába sorolja a háborút, és nem pedig valami általuk befolyásolható, esetleg megakadályozható események közé. Tehát, hogy most ebben a pillanatban az oroszok vesztesége egyébként nagyon magas, elképesztően magas, hogyha most ezt már egyébként részben ők is elismerik, hogy körülbelül 15 ezer fős veszteségnél tartanak, hogy ez most 15 ezer halottat jelente, és további körülbelül 20-30 ezer sebesültet, ezt nem lehet tudni, vagy az összveszteség ekkora, de mindegy is, azt azért lehet tudni, hogy az Egyesült Államok összvesztesége az iraki invázió során, ami ugye 2003-tól 2011-ig tartott, volt körülbelül 10 ezer fő, tehát 8 év alatt sem vesztettek annyi embert, mint az oroszok 3 hét alatt, de ugyanakkor meg orosz mércével mérve ez még nem akkora veszteség, hogy feltétlenül felkeltse a közvélemény figyelmét, tehát azért
Az oroszokkal kapcsolatos várakozásaink egyelőre nem, vagy hát az orosz készülődő orosz válsággal kapcsolatos várakozásaink egyelőre nem látszanak teljesülni, és a Putyin pedig nem óhajt, vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy nem óhajt kiszállni ebből a kalandból. De az az érdekes, hogy mindig az orosz néplélekről beszélünk, hogy meddig bírja, hogyan bírja a háborút, milyen is ez az orosz ember, és így minimálisan beszélünk az ukrán néplélekről, meg az ukránok, hogy hogy bírják a háborút, gondolkoztam azon, hogy miben lehet megfogni, hogy miben más az ukránság, meg az oroszság. És azon gondolkodtam, hogy alapvetően talán abban, ez az ukrán terület, ott azért folyamatosan népek vándoroltak, folyamatosan különböző államok jelentek meg, és hogy ott a mai Ukrajna területén, ott azért találkozott egy viking kultúra, nyilván egy orosz kultúrával, vagy valamilyen szláv törzsiséggel, megjelent ott egy nagyon erős és nagyon militáns lengyel háborús offenzíva és gyarmatosítás, de szintén ott van Genghis Khannak az öröksége, több száz év együttélés a tatárokkal, tehát hogy egész egyszerűen lehetséges-e az, hogy az oroszoknak az ilyen továbbfejlesztett ilyen szuperváltozata valójában az ukránság, mint ahogy a kozákokat is a legkeményebben harcoló és a legbrutálisabb katonák között tartjuk számon, akik ugye szintén valamilyen módon Ukrajnához köthetők. Nekem most olyannak tűnik ez a hírfolyam, mintha feladnának egy kvízkérdést minden héten, amire a következő héten lesz válasz. Tehát, hogy emlékeztek a hírre a Kígyószigetről, egy héttel később előkerültek az ott elfogott katonák. Aztán itt van ez, hogy ez az amerikai hírszerzési forrásból lesz, hogy Putyin elítje merényletet készít elő. Hát így tudod, reménykednek, de hogy ennek is a valóság tartalmával nem tudsz mit kezdeni. Aztán a Joe Bidennek a nyilatkozata arról, hogy vegyi fegyvereket vethet be Oroszország, ez is olyan, hogy ezt nem az mondja, akinél vannak, meg látunk már ilyen bemondásokat. Aztán múlt héten volt ez. Bocsánat, ezzel párhuzamosan megtalálták az orosz vegyi fegyvert, az ukrán vegyi fegyvergyárakat is azonnal az oroszok, mármint hogy rámutattak, hogy éppen hogy Ukrajnában készülnek vegyi fegyverek, amiket azt az oroszok. Azt már nagyon korán, igen. Az orosz hadsereg ellenében kívánnak bevetni az ukránok, természetesen amerikai támogatással. És itt volt ez a Váli nevű mesterlövész gyerek, akinek Magyarországon konyhablogja van, hogy ő eltűnt a múlt héten állítólag Mariupolba, és ma előkerült, hogy életében nem járt még azon a településen, tehát hogy nem ott van, és még harcol. Úgyhogy kb. Tudod, minden hírre be lehet állítani egy időzítőt, hogy jó, akkor most 7 napot várunk, és akkor addigra talán kiderül, hogy mögött hogy mennyi igazság van. Hát ugye túl vagyunk a monolit, vagy a klasszikus felülről vezérelt és a média elit által, vagy az értelmiség elit által kézben tartott médiumok korszakán, és a TikTokra, Twitter töredékekre, YouTube-ra feltöltött videókra támaszkodunk, amikor véleményt próbálunk mondani, illetve számtalan egymásnak tökéletesen ellentmondó szakértő megnyilvánulására. Ebből nem áll össze egységes kép. Nyilván, hogy mondjam, szerencsésebb volt az a helyzet, amikor az öbölháborút a CNN tárolásában követhettük nyomon, és ott hát nyilván megfelelően adagolva a számunkra fontos és könnyen fogyasztható és könnyen nyomon követhető információkat megfelelően tálalva, a kevésbé fontosakat, illetve azt, ami esetleg megzavarná a közvélemény egységes gondolkodását, azokat az információkat elhallgatva számolt be a CNN a két öböl háború eseményeiről. Hát most nem lett a helyzet jobb, ahány tartalom előállító, most gondolok erre az egyszerű ukrán vagy orosz katonára, inkább ukrán katonára vagy ukrán civilre, akinek a kezében ott van a telefonja, tárolásában láthatjuk az ukrán háború eseményeit. Ebből nem áll össze semmiféle igazán, hogy mondjam, hitelesnek tekinthető egységes kép. Még a kedvencem Tasnádi ezt a Putyin mondta, hogy ő nem az ukrán népre haragszik? Igen. Ez csodálatos. Nagyon ezek szerint mondan. Vannak. Ezek szerint van ukrán nép. Ho-ho!
Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral. Itt a Spirit FM-en. Egyes települések szennyvízében ismét emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az érintett települések közé tartozik Budapest, Békés Csaba, Eger, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely és Zalaegerszeg. A mintavételi pontok csaknem felét stagnálás jellemzi, míg a Budapest környéki településeken Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta, Pécsett és Veszprémben tovább folytatódott a csökkenés. Az elmúlt héten átlagosan 63-an haltak meg koronavírus fertőzéssel, és a napokban átléptük a 45 000. Halottat. Jelenleg Magyarország könyvelheti el a negyedik legmagasabb halálozási rátát a világban. Csak Peru, Bulgária és Bosznia előz meg minket. Jó eséllyel, hogyha nincs háború, akkor most az országban igen szigorú intézkedések lennének, mert azért a napi 63 halottnál jóval kevesebbnél is zártunk. A 45 000-es szám az mindenképpen ijesztő. Egyetértek veled, de szerintem április 4-e után jönnének ezek a nagyon szigorú intézkedések. De szerintem ez egyáltalán nem biztos. Tehát, és egyáltalán az se biztos, hogy nem lenne jogos akár most is mondjuk például a BKV-n a maszk használatát. Én hajlamos vagyok azt mondani, hogy azért minden intézkedés nem volt felesleges, és bár szerintem egyébként túlzás ez a Magyarországon a negyedik legrosszabb, tehát hogy mi vagyunk a negyedik legrosszabbak, mert itt azért tudni kell, hogy a különböző statisztikák azért különböző szakmai protokollokból épülnek fel, tehát hogy akit Magyarországon koronavírus halottnak könyvelnek el, azt egyáltalán nem biztos, hogy Brazíliába vagy Lengyelországba is koronavírus halottnak gondolják, mert ki a koronavírus halott? Az, aki magába a koronavírusba hal bele? Az, de eddig aki... pont az a vád volt közszájon, hogy ezt úgy kozmetikázzák, hogy aki krónikus beteg, akkor annak nem feltétlenül azt írták be az elhalálozásokának, hogy de, koronavírus igen, de erről áldozata. Erről meg szerintem teljesen világosan kiderült, hogy ez meg ilyen ordas nagy kamu volt. Tehát, hogy nem volt igaz, mert egész egyszerűen annyira meg nem rossz a helyzet Magyarországon, hogy beleférjen az, hogy még ezek kozmetikázott adatok is legyenek. Meg van egyetlen stabil adat, ami nagyjából a különböző kormányoknak a hazudozásait be tudja árazni, amikor az előző évek halálozási statisztikáival vetik össze az adott évnek a halálozási statisztikáját. És ott azért látszik, hogy van-e többlet halálozás, és mennyi, ez az és hogyha... Ez death rate, vagy micsoda, igen. Mi meghaladja az előző évi. Igen, és Magyarországon egyébként, tehát ez a 45 000, tehát van többlet halálozás az elmúlt évekhez képest, de ez a koronavírus járvány alatt, nem akarok butaságot mondani, de körülbelül olyan 30 000, tehát hogy nálunk inkább sikerese, tehát inkább nálunk többet x-eltek be koronavírus áldozatnak, mint például Lengyelországban, meg jóval kevesebb elvileg a koronavírus áldozat, miközben a halálozási statisztikákból azt tűnik ki, hogy azért sokan haltak meg annak ellenére, hogy egy statisztikai sikert ünnepelhetnek. Azért érzem azt, hogy elhangzik egy ilyen, hogy a halálozási ráta tekintetében csak Peru, Bulgária és Bosznia rendelkezik rosszabb számokkal, ez kivált belőled, ez egy olyan kommunikációs triggert, hogy te is inkább a hivatalos magyar számok mosdatásába kezdesz, vagy abszolút olyan elméleteket támogatsz, mert az ember azért a komfortját helyre szeretné állítani. Miközben a matematikát, tény, hogy a matematika iránti tiszteletet. Én is egy kicsit matematika iránti tiszteletből felhívnám a figyelmet valamire, ami egyébként megnyugtathatna, de közben meg nem. Mert hogy azért nem nyugtathat meg, ami következik, mert hogy Budapesten, Békés Csabán, Egerben, Fehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen valóban emelkedő számban találták meg a vírus örökítő anyagát. És március 17-én, ami ugye egy csütörtöki nap, abszolút nem függ össze ezzel a 4 napos ünneppel, nem az átlagos előző 7 napra vetített, hanem az aznapi halálozási szám az 64 volt. Tehát ez, hogy egy hét alatt 63, ez ugye reális lehet, de
azért nem egy hét alatt, naponta 63 világos, de egy hétre vetített, tehát ugye az azt jelenti, hogy az elmúlt hetet összeadják és elosztják héttel. Igen. Így benyelik a hétvégét, mert ugye hétfőként mindig magasabb számot jelentenek le, de most meg ugye hétfő szerdára esett, ugye volt egy 4 napos ünnepünk, és a szerdai szám valami 178 volt, és hogyha ma nézel egy elmúlt egy hetet, akkor, és ma ugye szerda van, akkor nem múlt csütörtöktől fogod kapni azokat a számokat, vagyis most már, hanem múlt kettől, ami múlt kedden 0 volt a napi számadat, szerdán pedig 178 volt, mert a 4 napos hétvégét összevonták. Ha egy olyan egyhetes átlagolt számot akarsz látni, amiben a március 15-i hosszú hétvége nincs benne, azt ezen a héten pénteken fogod tudni megnézni. Szóval azt gondolom, hogy ha csak ebből a számból gazdálkodnánk, akkor meg kellene nyugodjunk, de az emelkedő örökítő anyag számból, illetve abból, hogy volt olyan nap, amikor konkrétan a napi, nem átlagolt halálesetek száma 64 volt, azt hiszem, hogy egészen véletlenül ez az átlagolt szám most úgy nagyjából egybeesik azzal, amennyire okunk van parázni, hogy akár jön egy 6. hullám. Igen, de közben ezzel párhuzamosan ugye influenza járvány is van Magyarországon, sőt, már olyan híreket is lehet olvasni, hogy a brit statisztikák szerint az ott is megjelenő influenza már statisztikai értelemben már veszélyesebbnek, halálosabbnak bizonyul, mint az Omikron variáns, ami a Covid Omikron variánsa, amiről tudjuk, hogy jelen pillanatban a leggyakoribb változata a koronavírusnak. Vagyis egy olyan dologról beszélünk, illetve hát egy olyan betegség 6. hullámának a beköszöntéről, amit egyébként, hogy mondjam, emberi tragédiák tekintetében azért erősen beáraz most éppen az orosz-ukrán háború. Másféle tekintetben pedig hát az influenzától sem szokás azért annyira félni. Természetesen ismerünk nagyon durva és jelentős influenza járványokat, de azért a félreértés nehézségén nem tudom ennek a veszélyességét megítélni, csak a saját megérzéseimre és a tapasztalataimra hagyatkozom. Azért összességében véve az emberek figyelmét, veszélyérzetét ezekkel az adatokkal, számokkal, és mondom még egyszer, az ukrán helyzetet is figyelembe véve már nem nagyon lehet felkelteni. És én igazából ezt érzem a legfontosabb következményének az elmúlt heteknek, vagy a beköszönő háborús válságnak, hogy egyébként is a levegőben lógott már ez a még hány hullámra, és még hány oltásra, és még hány korlátozó intézkedésekre kell készülnünk hangulatot tulajdonképpen elmosta a háborús válság. Erről is sokat beszéltünk már, de hogy ha viszont valóban, és hogy ez helyese vagy sem, azt arra viszont valóban nem volt érvényes válasz. Ha viszont igazak a nagy-britanniai adatok, akkor azért úgy tűnik, hogy inkább helyes az erre adott kicsit, hogy mondjam, elutasító vagy a tovább lépés sürgető reakció, mint sem. De nem az a dinamika inkább, hogy volt egy hisztéria, most a helyébe lépett a háború, és amint majd csökkenni fog a háború iránt érdeklődés, hozzászokunk ahhoz, hogy néhány száz, néhány ezer kilométerre embereket kibombáznak az otthonukból, abban a pillanatban vissza fog gravitálni a közgondolkodás, meg a közhisztéria arra, hogy hát itt mégiscsak emberek halnak meg, mégiscsak mit tudom én, azért heti 60 ember azért az nagyon-nagyon nem kevés. Tehát... Nem tudom, szerintem én attól tartok, hogy ha csak nem és Isten ne adja, de nem jelenik meg valamilyen új, elsősorban a fiatalokat veszélybe sodró vírusvariáns, akkor a Covid-dal még egyszer már nem nagyon lehet az embereket rávenni arra, hogy tapsoljanak a korlátozó intézkedésekhez, a maszkviseléshez és a sokadik oltás felvételéhez. Mondom ezt még egyszer tudománypártiként, és többszörös Covid-fertőzöttként, meg háromszoros oltatként. Már én sem érzem magamban sajnos azt a ilyenkor, hogy mondjam, nyilván más szempontból elvárható és indokolt félelmet, amit egy járvány megjelenése vagy tombolása előidézne az emberben. Igen, és hogy normalizálódik a helyzet, azért az is mutatja, hogy Angliával elkezdték a 4. dózisnak a kiosztását, de kifejezetten a veszélyeztetett korcsoportoknak, tehát az időseknek.
hogy arra koncentrálnak, ott folyik a kampány, mert azt mondják, hogy ez a vírus, amit egyébként bármikor mondhattak volna az elmúlt két évben, azért döntően az idős emberekre, meg azokra veszélyes, akiknek valamilyen egyéb kockázati tényező, túlsúly, magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. Van. Ennek egy részét tudom hozni. Ja, én is. Lassan én is. Az időset is. Mit szóltok Kínához, ahol azért ilyen nulla fertőzött polici volt, és van olyan nem annyira közeli ismerősöm, aki azt hiszem november óta próbált hazajutni Kínába, ahol lakik és dolgozik, és ezt valamikor január végén sikerült megoldania. Valami háromszor fordították vissza, tesztelték, úgyis a legkülönbözőbb országokban ragadtott egy repülőtéren a nagyon szigorú beléptetés miatt, majd legvégül, ugye, mikor megérkezel Kínába, és már beengedtek, akkor ha kell, ha nem, egy 3 hetes karantént kell vállalnod. Nagyon jó esetben ezt, ha egyedül el tudod különíteni magadat egy saját ingatlanban, akkor ezt ott is letolhatod, de ha ketten vagytok, akkor ezt nem tölthetitek együtt. Igen, egyébként most szerintem ez a nagyon brutális karanténpolitika is vizsgázik, mert azért az elmúlt két évnek az volt az egyik tanulsága, hogy Kínában a pártállam, a hadsereg, nyilván egy nagyon jól központosított ország, az azért sikerrel vette fel a harcot azok olyan típusú járványintézkedésekkel, amiket itt Európában is próbáltak meghozni, csak olyan félszívvel sikerült, meg nem nagyon tartották be. Viszont most meg az a helyzet, hogy kiderült, hogy ezekkel a kőkemény intézkedésekkel sem tudnak valójában szembenézni a vírussal. És most már nem is a nulla a kommunikáció, hanem jelen pillanatban, mit tudom én, 14 000 fertőzöttet tartanak számon. De megint városokat zárnak le, tehát megint megpróbálják felvenni ezzel a harcot, viszont láthatóan miközben Európa meg a nyugati világ túl van rajta, eközben Kína most ráfeszül egy ilyen... De túl van a megszorításokon inkább. Igen. Hát a megszorításokon, igen. Nem a fertőzésen. Egyébként az is érdekes statisztika, hogy direkt megnéztem a műsor előtt, hogy ugye volt egy folyamatos vita a svéd modell helyességéről, vagy nem helyességéről, működőképességéről, vagy nem működőképességéről. Nyilván egyébként azt megállapíthatjuk, hogy árnyalt a kép, tehát, hogy azoknak sem volt az igaza egyértelműen, akik itt mindenfajta tömeggyilkosságot vizionáltak a svéd modellel kapcsolatban, de azért az is látszik, hogy volt eredménye és hatékonysága annak a kemény megszorításos politikának, amit a többi skandináv államban csináltak, mert most, hogy már mindenhol lazítás van, most azért például Dániában majdnem dupla annyi halott, és jóval több fertőzött van. Nyilván azért, mert őket nem mosta át annyira. Mint Svédországban, vagy mint nálunk. Egyébként a svéd meg a magyar adatok nagyon hasonlóak, tehát, hogy nálunk is körülbelül ugyanannyi most a napi haláleset, mint amennyi Svédországban, és ennél Dániában jóval súlyosabb a helyzet. Tehát én jogosan aggódom akkor, ha bár a csúcs halálesetek száma, tehát a hullámoknak az a teteje, ahol azt számoljuk meg, hogy a hullám tetején hány halott emberre számíthatunk a nap végén, ez egyre alacsonyabb számot ad ki, viszont a növekvő eset szám az nem növeli meg a mutációnak a további lehetőségét. A mutációnak a lehetőség az nem az esetszámtól függ szerintem. Tehát a mutációról mindig úgy beszélünk a vírusok kapcsán, hogy jaj, csak nehogy mutálódjon a vírusnak, az a természet, hogy folyamatosan mutálódik. Tehát ő folyamatosan keresi azt, hogy jobb legyen, hogy ügyesebb legyen. Az a szerencséje az embernek, hogy a vírus mutációi nem azt keresi, hogy minél halálosabb legyek, és minél több ember gyilkoljak, hanem a vírus mindig afelé mutálódik, hogy minél hatékonyabban tudjam magamat szaporítani, sokszorozni, és emiatt valójában neki nem érdeke a gazdatestnek az elpusztítása, ezért azok a vírusvariánsok meg mutációk szoktak általában sikeresek lenni ebbe az evolúciós versenybe. Ahol a túlélés esélye magasabb. Ahol az embereknek a túlélési esélye magasabb, meg nyilván az is számít, tehát hogy egyrészt, hogy ne halljon meg a gazdatest, másrészt azt fontos, hogy például minél hosszabb ideig tünetmentesen tudjál fertőzni. Tehát, hogy
hogy a vírusnak az a természetes... Minden, ami a vírus fennmaradását és terjedését szolgálja, az ilyen mutációs feature-ök, ezek jellemzőbben fennmaradnak, míg ami nagyon drasztikus, annak nincsen esélye tömegesen fertőzni, ezért nem marad fenn. Igen, hát az ebola ugye erre a jó példa, ami elképesztően veszélyes vírus, viszont annyira gyors a lefolyása, annyira agresszív, annyira pusztító, hogy valójában viszonylag könnyű ellene védekezni, gyorsan fel lehet ismerni, le lehet azokat a településeket, azokat a csoportokat, akik esetleg fertőzöttek, lehet karanténba lehet zárni, stb. És hiába törtek ki időről időre ebola járványszerűségek, azért ezt még afrikai körülmények között is viszonylag könnyedén tudták kezelni. Ti hogy képzelitek el ezt a Wuhant, ha így becsukjátok a szemeteket? Hát... Hatalmas állatpiac, amin csak denevérek vannak. Belém égett az a talán még 2009 végi. 19 végi? Igen, a Covid-járványról szóló első tudósítások kapcsán megjelent fotó, ami egy wuhani utcát ábrázolt, ahol emberek fekszenek az úttesten, nem tudom, hogy erre még emlékeztek el, vélhetően holttestek, tehát akkor még a hírek arról szóltak, hogy ez a vírus a legváratlanabb pillanatokban ragadja ki az élők sorából az áldozatait, ami már egyébként hetekkel később sem bizonyult ennyire durvának, már mint ez a járvány, de én még továbbra is úgy gondolok Wuhanra, ahol fertőzött denevérek repkednek a nappali fényben, mert a vírusnak köszönhetően úgy mutálódtak, hogy már nem csak ultrahanggal, hanem infrajelekkel és illetve a belüljük épített radarnak köszönhetően minden lehetséges módon képesek az épületek között közlekedni, és ahol COVID-fertőzött zombik járják az utcákat. Szonárnak, vagy nem radarnak, vagy nem tudom, de hogy kicsit ilyen utángyártott Gotham City, vagy Gotham City, ha úgy tetszik, de nézzetek meg a YouTube-on egy filmet, nagyjából azt fogjátok tapasztalni, hogy Dallas négyszeresét látjátok a képernyőn. Tehát ez, hogy tudod, úgy, mint Shenzhen, vagy de ezek a ilyen kereskedelmi és cégvárosok, amik a köztudatban nem jelennek meg úgy, mert most miért sorolnál föl akár Amerikából is 60 nagyvárost, meg Kínából is 15 nagyvárost, valami elképesztő, nyilván mondjuk, mit tudom én, Hongkonghoz képest jóval több felhőkarcoló, hiszen geográfiailag nem annyira körülhatárolt, hogy akkor hello haverok, mit tudtok építeni egy öbből meg egy nagyon meredek domb közé. Elképesztően modern városról van szó, és bennem is egy két éven keresztül az a kép élt, hogy az a piac, ahol a tudod, ilyen mindenféle előítélettel felszerelkezve az ilyen hús mellett árulják az olyan. Ha nagyon gonosz akarnék lenni, meg nyilván nem tudom, az ember hinne a végzetben, akkor de most kb. Lesüllyedek az egyszeri Facebook kommentelő szintjére, de hogy ebben valóban van valami végzetszerű, hogy miután a Covid körbejárta a földet, most visszatér Kínába, és még pusztít egy utolsót, de hogyha ezt félreteszem, ezt a egyébként nyilván rendkívül embertelen és gyerekes gondolatot, számomra ebben a történetben már a kezdetek óta az volt a legfeltűnőbb, és most is az a vírus visszatértével, vagy hát a vírus kínai visszatértével, hogy ez egyébként általunk is, meg általában a Kínát jól ismerők által is ilyen autoritár, sőt diktatórikus megfigyelő államnak egy ilyen, illetve a megfigyelést és az állampolgárainak az ellenőrzését abszolutizáló államnak, hogy nem sikerül a járványt kézben tartania, majd most ismét hogy válik a járvány áldozatává, hogy nem sikerül egy egyébként végletekig ellenőrzött és militarizált országban megfelelően megoldani az izolációt, a karantént és egy csomó egyéb dolgot. Ez mégiscsak afelé mutat, hogy a kínai állam mégsem tudja már a polgárait, illetve úgy kordában tartani, hogy szeretné, illetve ha képes is a polgárai tetteit, gondolatait valamilyen módon kontrollálni, a cselekvési szabadságukat már nem képes olyan módon korlátozni, ahogy azt mondjuk a kínai állam tette az 50-es, 60-as években az akkori kínai polgárokkal, mert a kínai középosztály azért már mégiscsak ragaszkodik, hogy mondjam, a saját megszokott életminőségéhez, előjogaihoz, fogyasztási szokásaihoz,
és a többi, aminek nem része az, hogy az ember visszavonul az otthonába hónapokra, vagy akár évekre, és önellátásra rendezkedik be. Mondom ezt most, és a gondolatomat egyúttal megcáfolom az Oroszországban kialakult helyzettel, ahol szintén arra számítottunk, ugye, hogy az orosz középosztály majd napok alatt feladja a korábbi, illetve Putyin ellen fordul, mert hogy nem képes alkalmazkodni az új helyzethez és feladni a fogyasztási szokásait, de azt látjuk, hogy ez ott is sikerült, és hát nyilván akkor Kínában is valahogy ez sikerült, csak engem egy picit meglep ez a hatékonytalanság, vagy ez a kínai hatékonytalanság. De Kína erre nem azt a választ fogja adni, hogy rosszul csináltuk eddig. Tehát, hogy lehet, hogy nem ez a jó út, hanem több szabadság, több individualizmus, hanem azt fogják mondani, hogy lehetséges, hogy mégiscsak be kell a csippet ültetni az emberbe, mégis kell minden egyes polgárra. Az oltásba egyenesen. És az oltásba egyenesen, igen. És akkor tényleg már minden összeért. De az egy másik csíp. Tehát, hogy hány csipes oltást kérsz akkor fel, mert hogy a Bill Gates-ét szeretnéd bele, vagy a kínai csipet? A Bill Gates-é mindegyikben benne van. Ja, jó. Meg az ivóvízzel is együtt, ivóvízzel együtt kerül a szervezetedbe. Lehet, hogy ezt a szabadságfokot, meg ezt a nem annyira szélsőséges célokkal rendelkező védekezést azért dobják be, mert a cselekvési szabadságnak a korlátozását most már érzik, hogy lassan ők más célra szeretnék félretenni. Tehát azt a tűrőképességet, amit a kínai ember az államával szemben tanúsít, vagy az a sors, amit elvisz a hátán, azt lassan már nem a koronavírus szolgálatába szeretné az állam állítani, hanem lehet, hogy lesz valami más kérése, tudod? Féket kell erre helyezni, mielőtt az utolsó csepp belekerül abba a bizonyos pohárba. Nem, hogy ezt az államrendet, meg ezt az igazságtalan sorsot fenntartani, ezt akkor lehet, ha a koronavírussal kapcsolatos rendkívül szigorú intézkedések, ahol kompletten tudod bezár a bazár, ha valaki köhint egyet, és kompletten eltüntetik, ha van valami dolga, ha nincs, meg nagyjából ez a nagyon szigorú fal, ami az országot karanténnal körülveszi, ez annyira irritáló, hogy már nem lesz lehetőségük más politikai meghurcolásokat végrehajtani. A bennem megfogalmazódó kérdés egyébként az egész világjárvánnyal kapcsolatban igazából már lassan egy éve az, hogy tulajdonképpen az emberiség sorsa ezúttal is szerencsésen alakult, hiszen ugyan ránk telepedett évekre egy világjárvány és az azzal járó összes nehézség, de mégsem bizonyult olyan halálosnak, mint mondjuk a nagypestis járványa maga idejében, vagy amilyennek tűnt a kezdetekkor, vagy amilyenek az imént már megbeszélt wuhani életképek voltak még 2019-ben. És a kérdésem igazából az lenne, hogy ez egy jó lehetőség volt arra, hogy begyakoroljunk valamit, aminek már az emlékére sem emlékeztünk, hiszen nagyvilágjárvány utoljára 1918-ban sújtotta az emberiséget, ugye ez volt a spanyolnátha, és a kérdés az volt, hogy ezzel a tulajdonképpeni világjárvány főpróbával sikerült-e begyakorolnunk azt, amit szerettünk volna, vagy megértenünk azt, amit szerettünk volna a világjárványok kapcsán, vagyis ugye a 21. századi pillanatait élő emberi civilizáció képes egy világjárványjal megküzdeni, és ez segítségül egy olyan világjárványt kaptunk idézőjelben, természetesen sokszoros idézőjelben a segítségül, ami nem annyira halálos, vagyis inkább tűnik ez egy ilyen félhivatalos gyakorlatnak, mint sem valódi világjárványnak. Tehát, hogy a kérdésem igazából az, hogy jól vizsgáztunk-e. Én ezt nem tudom, mert én még az Oszinak a felvetésén gondolkodom, hogy nagyjából az a felvetésed, hogy az emberek belefáradnak a zsarnokságba egy ponton túl, tehát nem lehet a zsarnokságot szorítani, miközben én meg azon gondolkodom, hogy... célja is van a zsarnokságnak Kínában, mint az emberek egészsége. Úgyhogy arra lassan félre kell tenni a zsarnoksági energiát. De én nekem meg az a kérdésem, hogy akkor mindenki kérdéseket tegyen fel, hogy nem inkább úgy működik a zsarnokság,
zsarnokság, hogy a zsarnokság valójában önmagáért van, és időről időre megpróbálja megtörni az embereket, és ez a Covid... Ez még egy lehetőség is, akkor nem pedig egy erőforrást igénybe vevő fogyasztó. Például akár Európában is, hogy most jól kezeltük a járványt, vagy nem jól kezeltük, tanultunk belőle, vagy nem tanultunk belőle, szerintem egyetlen biztos tapasztalatunk van, hogy azokat az emberi jogokat, polgári jogokat, amiket egyébként nagyon-nagyon sokra tartunk, szólásszabadságot, utazásszabadságát, stb. Egy vészhelyzetben a közvélemény pillanatok alatt kizsarolta, hogy a kormány vegye el, és mindenki tapsolt. Tehát, hogy De egyébként szerintem ez a megfelelő intézkedés, tehát olyan szempontból nem vizsgáztunk jól, hogyha ez tízszer ekkora baj lett volna, akkor a minden országhoz össze-vissza megpróbál intézkedni, aztán egymást figyeljük, mintha mindenki lesne egy zárt helyi dolgozat közben a szomszédjáról, de mindenki, hogy vajon mi történik. Viszont szerintem én mondjuk azt szívesen mondanám, hogy tanultam belőle, hogy egy legközelebbi, akár végül ugyanilyen kimenetelő helyzet esetén is, az, hogy azonnal minden országot ténylegesen lezárni 2-3 hétre, az egy kibírható valami, de akkor rendesen, akkor nincs az, hogy de az unokaöcsém mehet, meg a Józsiék átjönnek, meg ő csak ingázik a munkahelyére, meg én csak a pólómért mentem, meg a bérletemet a másik nadrágomba hagytam, meg a kutya megette a házi feladatomat, meg én diplomata vagyok, meg akármi. Egy fűfa, aki bejárkál, tulajdonképpen úgy zárunk le valamit. Szerintem az helyes lett volna, ha tényleg úgy zárták volna le, mint a vákumfólia. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Unokás nagyszülős témára invitállak titeket a folytatásban 0630 011 0725. Itt most névtelenül elmondhatjátok a fájdalmatokat a nagyszüleitekkel, a szüleitekkel, a gyerekes gyerekeitekkel, vagy az unokáitokkal kapcsolatban, hogy mennyire sikerül együttműködni, akár a mindennapi, hogy mondjam, a gyerek felvigyázásban, akár a nyári szünetben. Tisztelt kollégám, barátom és mentorom Tasnádi András a tegnapi igazinő.hu oldalról vett cikk után ma az evamagazin.hu-ról talált egy olvasmányos megfejtést. Én azt hiszem, hogy holnap már megcsináltatom a pedikűrömet és a töredezett hajvégeimet. Minden esetre a téma felvetés az teljesen jogos, ahogy itt a szerzőként feltüntetett Kata elmeséli a történetét, az azért körülbelül annyi sértettséggel átivódott, mint a tegnapi kiábrándult férfi, aki elvált férfiként már nem igazán tud ismerkedni. A cikk címe a következőre panaszkodik: 4 nyugdíjas nagyszülő közül egy se ér rá unokázni a nyári szünetben, zárójelben sem. Azt is írja, hogy abban a szerencsés helyzetben vannak Katáék, hogy ez a cikknek a felvezetése, mert egyébként Kata írta, hogy a családban mind a 4 nagyszülő jó egészségnek örvendő nyugdíjas, de mindeközben abban a szerencsés helyzetben is vannak, hogy bár egyik sem dolgozik, és nem is betegek, mégsem akar... Az jó, egyik sem dolgozik. Dolgozik, és nem is betegek, mégsem akar egyik sem vigyázni az unokákra. A 4 nyugdíjas nagyszülő közül egyikre sem számíthatnak a 11 hetes vakáció alatt. Na, én persze azonnal ilyen triggerelhető emberként felhúztam a szemöldököm, hogy mi van, 11 hétre mennek vakációzni március közepén, amíg le nem esett, hogy a nyári szünetről beszélnek, és nyilván ez mindenkinek egy teher, minél nagyobb a gyerek, és minél önállóbb lehetne, vagy minél inkább megvan közvetlenül az anya nélkül, akár egy hétig, két hétig, ahogy jön ez a táboroztatási szezon, hogy... mit tudsz kihozni egyrészt a nyárból, amikor ő iskolában nem jár, és mire elegendő a 365 napra kapott, mit tudom én, 25-27 nap szabadságod, és ezt hogy tudod beosztani? Ilyenkor biztos, hogy jól jönne, ha testvéredéknél tud lenni, de akinek nincs testvére, azért felmerül rögtön, hogy a szülőknél tud-e lenni. Tartozik-e kötelesség a nagyszülőre
vagy nem? Számon lehet ezt kérni, meg egyébként minden esetben romantizálni kell azt, hogy a nagyszülőkkel milyen jó volt, tényleg annyira élvezik-e egymás társaságát, tényleg a nagyszülő az szinte olyan rokonot kell legyen, mint a szüleid, vagy elegendő, ha olyan, mint az unokatestvéred, vagy a másodunokatestvéred, vagy a nem tudom, a nagyapád testvére. Nem tudom, én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert nekem még él egy nagymamám, minden is üdvözlöm, 89 éves, és szerintem ebben a pillanatban is a Facebookon vágtak le és fel, és kommentel, de nem úgy, sőt, még ilyen virágos képeket is csak ritkán oszt meg, sőt, szinte soha. Igaz, amikor először felébett a Facebookra, akkor megfelelő kiképzést kapott ezen a téren, mármint, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, de néha azt a hibát a kezdek után elkövette, hogy a közösben osztott meg olyan dolgokat, amit ő a chatbe szánt, de aztán ezt is hamar megszokta, hogy ezt így nem szabad. De nekem egyébként erről az jutott eszembe, hogy nyilván ez lehet döntés és választás kérdése, a nagyszülői szerep. És talán így is egészséges, hogyha így van, csak ilyenkor az megszólal a fejemben egy ilyen furcsa ilyen ösztönös ellenkezés, mert hogy azért ismer a jog olyan fogalmat, hogy nagyszülői láthatás. Sőt, olyan családot is ismerek, ahol az anyuka eltiltotta a nagymamától a gyerekeit, nem azért, mert olyan a nagymama nem tett semmi rosszat az unokákkal, hanem az anyuka és a nagymama volt összeveszve. És ott a nagymama beperelte a saját lányát, és követelte a nagyszülői láthatást, amit a bíróság meg is ítélt neki. Tehát, hogy meg hát tudjuk, hogy van a kötelező rész az öröklésnél, és a többi, még a nagyszülőkre is kiterjed ez. Tehát, hogy azért... Ha vannak jogok, vannak kötelességek. Ha vannak jogok, vannak kötelességek, és a cikkben egyébként van egy olyan mondat is, miszerint magadnak csináltad, mondja ezt a nagyszülő a saját gyerekének, amikor számunk köré a nagyszülői jelenlét hiányát. Én nem tudom, ez lehet, hogy csak én túlzom ezt el, de én azt gondolom, hogy amikor az ember gyereket vállal, akkor egyúttal vállalja azt is, hogy idővel nagyszülő lesz. Tehát az óhatatlan, hogy az én gyerekemnek idővel gyereke lesz, és hogyha ha felelősséget vállalok, illetve érzek a saját gyerekem jövőért és sorsáért, nem tudom, halálom pillanatáig, és próbálom őt segíteni, támogatni mindenben, amiben lehet. Ha ő ezt nyilván nem kéri, vagy elutasítja, akkor nyilván nem támogatom, akkor csak, nem tudom, érzelmi szupportot próbálok nyújtani. De hogy igen, ha lesz unokája, hát akkor abban valamilyen módon be kell vonódni. De... Én ezt nehezen döntöm el, hogy ez így van-e. Tehát, hogy én ugye hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azért, mert szültem egy gyereket, vagy csináltam egy gyereket, neki nem muszáj gyerekkel rendelkezni, neki nem muszáj szaporodnia. Vagy akkor muszáj neki is, hiszen megkapta ezt az ajándékot, és akkor ugyanígy visszafelé is. Valahogy visszafelé is feltehető kéne, hogy legyen a kérdés, hogy nem döntheti el ő, hogy hogyan használja a nyugdíjas éveit, vagy egyébként ilyenkor egy csomó apró tényező van még, hogy az a gyerek az tényleg vágyik oda, meg egyébként viszonylag elviselhető nevelés, vagy tudnak miről beszélgetni? Ha évközben nincsen egy rutinja annak, hogy töltenek el egy estét, amíg a szülők színházban nem mennek, tudom, akkor nézik egymást egy héten keresztül ott a nagymamáéknál, és borzalmasan unalmas az egész. Azért vagyok nagyon elfogult ebben a kérdésben, mert én klasszikus unoka vagyok. Nagyon szeretek unoka lenni, és a nagyszüleimnek én nagyszerű unokája voltam, de egyébként, ha viccet félretesszük, miért hát ez tulajdonképpen a valóság, akkor is azért azt tudjuk a családlélektamból, hogy azért amennyiben közeli és bizalmas ez a kapcsolat, akkor az unoka nagyszülő kapcsolat tud a legkiegyensúlyozottabb és a leg, hogy mondjam, hogy a gyerek egészséges fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű lenni. Mert hogy állítólag a Homo sapiens sapiens, tehát a mi fajunk egyik lehetséges előnye például a Homo sapiens neandertalensis-szel szemben az volt, hogy ezek a egyébként nagyon közeli rokonaink picivel rövidebb ideig éltek, mint mi, illetve sosem tudott náluk életben maradni a következő nagyszülői generáció, amire egyébként első olvasatra nincs is szükség, hiszen gyengék, erőtlenek, nem tudnak részt venni a vadászatban. Ugyanakkor a Homo sapiensnél a hosszabb
hosszabb élettartamnak köszönhetően ez a nemzedék is életben maradt, és kiderült, hogy nagyon is fontos szerepük van. Egyfelől a vadászatra, illetve gyűjtögetésre induló fiatalabb, de már felnőtt és már utódokkal rendelkező hím és nőstény példányok terheinek egy részét át tudják vállalni. Másfelől, ami ennél fontosabb, és szerintem valójában ez a legfontosabb része ennek a dolognak, azokat az emberi, érzelmi, családi, történeti, kulturális tradíciókat át tudják adni a legfiatalabb nemzedéknek, aminek az átadására az elfoglalt szülői generáció kevésbé képes, illetve a túl közeli távolság miatt, ami ugye a szülő és a gyermek között van, valójában akkora eltérés sincs még, aminek a megélése és a felfedezése és a múlttal való kapcsolat kialakulásához nem elegendő mértékű még ez. Tehát, hogy én is azt érzem sokszor a gyerekeim kapcsán, hogy igen, olyan dolgokról beszélgetünk, amik, tehát a gyerekeim nintendoznak, én is nintendoztam. A gyerekeim görkorcsolyáznak, én is görkorcsolyáztam. A gyerekeim, nem tudom, biciklizni vágynak, én is biciklizni vágyok. A gyerekeim, nem tudom, zenét hallgatnak, én is zenét hallgatok. De hogyha egyel tovább lépünk a nagyszülői nemzedék felé, akkor már is egy csomó olyan emlék, izgalmas, ma már átélhetetlen kaland, történelmi esemény feldolgozása, megértése, újra átélése kerül a gyerekeim közelébe, ami a szülőkön keresztül nem tapasztalható meg. Egész egyszerűen gazdagodunk a nagyszülők által, és ezeknek a tradícióknak az átadása, átvitele igenis fontos, hogy mondjam, társadalmi kötelezmény. Nyilván nem személyes, tehát én tökéletesen el tudom fogadni azt, hogy valaki úgy dönt, hogy ebben nem vesz részt. Én csak azt szeretném, hogyha azért érezni magán a nyomást, hogy igenis, de vegyen benne részt. Mindazzal egyetértve, amit te mondtál, én azért azt is gondolom, hogy a család az valójában egy szeretett közösség kell, hogy legyen, ahol ebből a kölcsönös szeretetből igenis van az embernek morális kötelessége, akár a szülők, akár az unokák, akár a gyerekei felé. Tehát, hogy egész egyszerűen ennek ezt fel lehet mondani természetesen, hát ebből ki lehet vonulni, ki lehet lépni, de az egy nagyon-nagyon súlyos kudarca szerintem az adott családnak is, meg annak az adott embernek is, aki vagy arra kényszerül, vagy annyira deviáns, hogy ezt megtegye magától. Én azt gondolom, hogy nem beszélünk ezekről a dolgokról se sokat, mert valójában a nagyszülő, az idős ember az egy olyan fétis tárgy a társadalomba, amivel azért nagyon nem akarunk foglalkozni, de a sok rossz lelkiismeretünket letudjuk azzal, hogy az idősről rosszat nem mondunk, az idős embert tisztelni kell, miközben az idős emberek között is vannak rossz emberek, vannak gonosz emberek, vannak önző emberek, és nyilván ők... És köztünk is, és a gyerekeink között is. És köztünk is, és a gyerekeink között is, és ezzel nyilván nem az időseket bántja senki. A nagyszülő az egész egyszerűen szerintem egy normális életben, egy normális családban egész egyszerűen funkciója van. Tehát, hogy én sokkal gyakorlatiasabb vagyok, mint a Gábor, de hát egész egyszerűen az a helyzet, hogy még egy két szülő esetében is óriási tehertétel arra a gyerekre napi 24 órában vigyázni, követni minden mozdulatát, éppen hol akarja elpusztítani magát. Ezeket a terheket, hogy meg lehessen osztani, az szerintem egy ilyen nagyon-nagyon alapvető dolog, és borzasztó rossz, hogy ez sokszor nem lehet, és egyébként nem a nagyszülők feltétlen hibájából, hanem miközben nagyon azt gondolom, hogy a nagyszülőnek helye van a család mellett, meg helye van a gyerekek, meg az unokák mellett, azt is látni kell, hogy annyira kitolódtak ma már a gyerekvállalásnak az időpontjai, hogy a nagyszülők azok tényleg elérnek sokszor egy olyan életkorban 70-80 éves, és ilyen, amikor már nem lehet olyan módon számítani rájuk, amikor már tényleg nem alkalmasak. Teljesen más egy 50-es nagyszülő, 60-as, abszolút, meg abszolút. A 70-es. Igen, egyébként ez valóban nagyon fontos, amit az András mond, tehát ez igaz valóban, hogy ez is egy általános társadalmi jelenség és válság. Részben ez, amit az András mondott, hogy olyan későn vállal a legifjabb nemzedék már gyereket, hogy mire a nagyszülők aktivizálódhatnának, már meg is haltak, vagy legalábbis olyan állapotba kerültek, ahol már nem tudnak teljes értékű nagyszülőként jelen lenni. De már a nagyszülők sem biztos, hogy kapkodtak ezzel egyébként. Igen, mondjuk én annak köszönhetem,
ismertem például, hogy van nagymamám még most is, 45 éves koromban, hogy ő 20 évesen szülte az anyukámat, anyukám pedig 24 évesen engem a 70-es években. Ilyes formán az tehát én nagymamám 44 évesen lett. Volt, van, tehát aha, én most 45 évesen már nagyszülő lehetnék, hogyha abban a korban élnék, amiben a nagymamám is ebben a korban, ez teljesen normális volt. És tudod, ma amikor, már 44 évesen szülnek, amikor te még 20 év munka elé nézel, a nyugdíj előtt, akkor lehet, hogy pihenésként éled meg, vagy mondjuk a szabadságod egyben kivételének a lehetőségeként, egy fellélegzésként azt, hogy akkor az unokámmal pihenek egy hetet, míg ha ugyanezt az időt a nyugdíjas éveidből veszed ki, akkor hirtelen már valahogy, tudod, más a funkciója a te számodra. Igen, de ugye ez a kései szülés azt is eredményezi, ami nem csak azt, hogy a nagyszülők szerepe csökken, vagy a rendelkezésre állási idő csökken, hanem van egy új jelenség is, amivel megint csak a mi nemzedékünknek kell megküzdenie, illetve a szülői nemzedéknek kell megküzdenie, hogy ezek az emberek, mármint a nagyszülők nemzedéke most ér éppen abban az állapotban, amikor hát már lebetegednek, állandó törődésre, ellátásra, ápolásra szorulnak, és azok a szülők, akik jelen pillanatban most a gyerekeiket látják el, egyúttal a szüleiket is kénytelenek ellátni, ami már megoldhatatlan mennyiségű terhet rólájuk. Igen, és én még egyetlen szemponttal egészíteném ki, hogy miközben nem szeretünk arról beszélni, hogy a nagyszülők esetleg önzők, meg gonoszak, eközben azért arról is sokszor megfeledkezik az ember, hogy az ő általa nevelt gyerek sem biztos, hogy úgy van szocializálva, meg úgy van nevelve, hogy alkalmas például egy idős emberrel, vagy egyáltalán bármilyen közösségben a normális működésre. Tehát én ezért sok olyan gyereket látok, aki úgy viselkedik akár bármilyen idegen környezetbe, hogy azt gondolom, hogy vállalhatatlan. Tehát, hogy az, hogy a szülei ezt elviselik, oké, a saját döntésük, de ezt nem szabadna ráereszteni se nagyszülőre, se vadidegen emberre, se óvodás csoportásra, senkire. Ez azért nem nyugtat meg senkit, mert szerintem aki ilyen viselkedésű gyereket nevel, az nem tud róla belülről, vagy nem látja be, vagy ez az egyik legnehezebb dolog, hogy azt belást, hogy valamit már 2 éves korában elrontottál, nem és tudom, most 9. Biztos, én ebben a kérdésben sajnos nagyon nem tudom azt gondolni, amit a többség. Azért ez egy alapvetően nagyon gyerekellenes ország, nekem ez a tapasztalatom, és ez az elviselhetetlen kisgyerek, ami megnehezíti számomra a nyaralás problematika, ez számomra egy ilyen állandó visszatérő műprobléma, ami arról szól, hogy valójában arról szól, hogy nem szeretem a gyerekeket, nem is szeretem, nem ismerem a gyerekek társaságát, nem tudom értelmezni a gyerekekkel való együttélésnek a szabályait, és számomra a gyerekeknek az átlagos viselkedése az, amit valójában durvának és elviselhetetlennek hiszek, vagyis azt, hogy hangosak, meg szeretnek rohangálni, meg játszani. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral, itt a Spirit FM-en. Ez a nagyszülők nem érnek rá a gyerekkel vakációzni cikkhez, azért még rengeteg szempontot hozzá tudok csapkodni, amit aztán ti mérlegeltek, ahogy gondoltok. Egyrészt elhangzik ebben a cikkben ez, hogy azt írja egyébként a szerző, hogy ha a legszebb gyerekkori emlékeimről kérdeznek, abban 2 közös dolog is van, a nyárhoz köthető és a nagyszüleimhez. Tehát, hogy ő először 1-2 napra, aztán 1-2 hétre költözött a nagyszülőkhöz, és ő ezt rendkívül élvezte. Tehát, hogy neki egy olyan referencia ez, amit ő kíván a gyerekének, hogy ő is élje át. Lehet, hogy az sem mindegy, hogy mi a helyzet, hogy 2 utcával odébb átmegy egy ugyanolyan lakásba, vagy a nagyszülők a kertvárosban élnek, és akkor ott lesz valami élmény más gyerekekkel, vagy a természet közelségével, vagy valami ház körüli munkával, amit a városból nem vesz ki magának. Ugyanakkor itt van ez a félmondat, amikor azt mondja a nagyszülő, hogy hát magadnak szülted. Én szerintem ez egy érvényes mondás abban az esetben, ha nem keveredik a másik iskolával a mikor lesz már kisunokával. Tehát, hogy nagyon sokszor a jelen esetben nagyszülőként hivatkozott generáció az, aki a nyomást helyezi a gyerekre, hogy mikor fogok tudni már unokázni, és amikor tudna, akkor meg majd lehet, hogy jön a magadnak szült. Tehát, hogy ez a két kijelentés ne találkozzon ugyanabban a személyben.
Azt írja a hallgatónk, Nyári, szerintem a te megfigyelésedhez csatlakozik, hogy egyre individuálisabb a társadalom, ezért egyre idősebbek a szülők, akik mire a gyerek kirepül, 60-70 évesek, ezek a szülők most jelen pillanatban. Nagyon nagy előny volt a régebbi társadalmakban, hogy a szülők nagy része szabaddá vált 40-45 éves korára, tehát folytathatta álmai vagy hobbiai megvalósítását. Most viszont a gyerek az utolsó nagy projekt a megöregedés előtt. Emiatt sajnos a nagyszülő sem igazán aktív a korra miatt, másrészt a minőségű időtöltést is nehezebb a nagyszülőre áthárítani. Mondom ezt úgy, hogy három gyerekem van, nekik egy nagyjuk és egy dédiük, ezt itt külön kiemelte. Én idáig már el sem látok, hogy a dédszülőknek bármilyen kötelezettségét és jogát megállapítsam ebben a korban. Szóval igazából kérdés, hogy milyen szüleid vannak, mert van olyan, akit a nagyszülei nevelnek fel végül, akiknek a nagyszülei a szüleihez képest annyi erkölcsi töbletet tartalmaznak, annyi tanítást tudnak adni, annyival nyugodtabb környezetet jelentenek, annyival jobban kibékültek a házastársukkal, vagy egyszerűen lehet, hogy a szülők egy mérgező házas kapcsolatban vannak, míg a nagymama vagy a nagypapa már legalább özvegy, és ott egyszerűen nem találkozol ezzel azzal a surlódással, amit lehet, hogy egy válás jobban megoldott volna, és egy jobb környezet. Tehát lehet, hogy ott töltődik föl az a gyerek azzal, hogy milyen békésen lefeküdni, este aludni. Én azt láttam, hogy a jól sikerült nagyszülő-unoka kapcsolatok, és most nem csak a sajátomra gondolok, hanem általában arra, amit az életem során tapasztaltam, azok a viszonyok, ahol a nagyszülő megérti azt, hogy nagyszülőnek lenni azért fantasztikus, mert tényleg minden választás kérdése, illetve bevonódás kérdése. Tehát az ember, ha akarja, magának vindikálhatja nagyszülőként az összes szülői jogot, és részt vehet a gyerek nevelésében, de akkor száll ki belőle, amikor akar. Tehát úgy szülőnek lenni azért tényleg nagyon csodálatos, hogy a tényleges felelősség a szülőé. Én viszont bármikor megjelenhetek, bevonódhatok néhány órára, vagy akár néhány napra is. A gyerek nekem nagyon örül, hiszen nem úgy, mint a szüleinek, hiszen nem a folyamatos, hogy mondjam, ilyen oda-vissza az összes fejlődési szakasszal járó nyűgöt, nehézséget, szorongást, visszájt és egyebet kénytelen megélni a nagyszülővel kapcsolatban, hanem a békét, a nyugalmat, a kiteljesedést, a teljes elfogadást, a szeretetet, azt a védőburkot, amit a szülőnek kéne adnia, és persze adja is, de amit a gyerek a nagyszülőnél tud csak igazán gyermek ilyen megélni. Mert a szülőnek tényleg kötelező, míg a nagyszülőnek, ha nem arról van szó, hogy elvártuk, hogy két hétig nálad legyen, hanem átjön 6 órás vendégségre, akkor ő annyi időn keresztül tud egy ilyen környezetet jelenteni. A gyerekeivel is lehet, hogy egy napot nem tudna eltölteni egy ilyen ottalvós 24 órás családi akármit, de amikor pár órára átjön, akkor bármilyen is a múltjuk, lehet, hogy annyi időre a béke kíséri. Ami nekem nagyon érdekes volt, hogy amikor ilyen 8-9-10 éves volt, akkor rendszeresen nyaraltam a nagyszüleimmel, hosszabb időt is, és minél hosszabb időt töltöttem velük, akkor azért kezdtek kijönni ezek a problémák. Velem is kezdtek gondok lenni, meg beleláttam egy picit jobban a nagymama és a nagypapa agyon idealizált kapcsolatába is, és azért az kezdett olyan lenni hirtelen, mint a szüleim hát egyáltalán nem idealizálható kapcsolata, de ilyenkor megint csak, mivel nagyszülőkről volt szó, ők, ha ezt észrevették, vagy ennek a jeleit tapasztalták rajtam, hogy kezd a hatás olyanná válni, akkor ügyesen hátra tudtak lépni, és újra megteremtették azt a varázst, ami egy kisgyerek számára a kilépést és a mesevilágba való átlépést jelentik. Tehát, hogy szerintem a nagyszülői szerep tök jó, és én ezt a cikket látva én elszomorodtam már, mint hogy sajnálom ezt a szülőt is, aki ezt a cikket megfogalmazta, amennyiben ez nem a szokásos valamelyik női magazin szerkesztőségében koholtam mese. Mém képválogatás van a végén, igen. És az elé kellett írni valamilyen egyszer cikket. Egy amerikai férfi azt mondta, igen, vagy odafordult az apa a kisfiához típusú Facebookos virálisan terjedő okosságok, de amennyiben igaznak tekintjük, ez szerintem egy komoly emberi hiba. Ebben nem úgy bevonódni, ahogy erre az élet lehetőséget kínálna, és nem azért nem, hanem egy
egy öregember és egy kisgyerek kapcsolata szerintem borzasztóan hogy előremutató és életre szóló tud lenni, amennyiben az jól sikerül. És szinte csak pozitív élmény, amennyiben jól sikerül. Szerintem nincs olyan nagyszerű szülő-gyerek kapcsolat, ami valójában ne lenne terhelt, sérelmes, bizonyos pontjai neurotizáló, elgondolkodtató, ilyen vagy-vagy helyzetekről szóló és megértésre szoruló borzasztóan nehézkes ügy. Egy nagyszülői kapcsolat tud borzasztóan egyszerű, és hogy mondjam, ilyen minden tekintetben csak a békéről és a szeretetről szóló ilyen idillikus valami lenni. Ehhez nagyon csatlakoznom kell, mert azt hiszem, hogy egy öreg ember és egy gyereknek az ilyen családi kapcsolata, az egy egész generáció felé nyit kapcsolatot mindkét részről. Tehát akkor is a gyerekként, akkor is a nagyszülőként vagy benne. Egy jobb öreg ember és egy jobb gyerek az, aki kisétál onnan, hogy tudod, létrejön egy bizalmad egy olyan generáció felé, aki nálad 60 évvel vagy 70 évvel fiatalabb. És amikor látod majd 75 évesként az utcán azt a másik 6 éves gyereket, akkor nem ugyanazzal az ellenségeskedéssel viszonyulsz felé, míg ugyanígy, amikor te tini leszel, és a 80 évesekkel kapcsolatban kell valamit érezzél, akkor lesz egy személyes élményed, hogy az én 80 évesem, vagy 80 éveseim, azok szeretett személyek, és ezekben ugyanannak a kornak a gondolkodása és korszellemmel akit én itt magam előtt látok. De nem arról van szó, hogy az olvasmány meg a film élményeink alapján ide realizáljuk ezt. Nyilván van ilyen is, persze, mindenféle van, de azt mondani, hogy az idős ember és a kisgyereknek a kapcsolata szükségszerűen valami szuper azt jó lesz. Nem, vagyunk, hogy vannak rohadék gyerekek és rohadék nagyszülőkorú emberek és rohadék ötvenesek. De hagyjuk a rohadékokat, hanem csak az, hogy annyira mások az embernek az igényei, annyira tehát nem kell rossz embernek lenni ahhoz, hogy valaki egy 6-8 éves gyereket ne bírjon. Nem kell rossz embernek kell lenni ahhoz, hogy valaki egy 6-8 éves gyerekkel, mondjuk 70 éves, és nem tudja, hogy mi az a Facebook, ne találjon hangot. Tehát, hogy egész egyszerűen én ezeket az ilyen csoda nagyszülő-gyerek kapcsolatokat, amiket így sokszor látunk a tévében, meg filmeken, én azért jelentősen idealizált dolognak gondolom. Bár hát a Gábor azt mondja, hogy nem csak a minősége van idealizálva, mert előfordul szerintem rengetegszer, hogy tényleg egy nagyon jó kapcsolat jön létre. Tehát megkapjuk a romantikus sztorikban, mint a házi buliban Sophie Marceau-nak a kapcsolatát a nagymamával, ami jobb, mint neked a saját anyáddal, de hogy... Mint bármelyik barátommal. Igen, bármelyik barátoddal. Na. De én azt gondolom, hogy tudod, ez a szélső érték nincs idealizálva, ez létezik, hanem ennek a száma van egy picit elhazud, hogy mintha mindenkinek olyan fenséges lenne a viszonya a nagyszülővel, vagy az unokájával. Én még azt is látom, de lehet, hogy ez megint csak a saját tapasztalat, hogy ennek semmilyen statisztikai relevanciája nincs, csak azt is látom, hogy sok szülő, aki számos dolgot elrontott a gyerekével való kapcsolatában, azt az unokával folytatott viszonyában próbálja helyrehozni, jól-rosszul. De amikor ez jól sikerül, akkor abból megint csak születhet egy ilyen általad idealizáltnak tekintett, és bizonyos tekintetben persze nyilván ebben van egy ilyen idealizálási szándék is, már mint a nagyszülő részéről, hogy bármi áron ideálisnak tűnni a gyerek szemében, de hát ebből a gyerek megint csak profitál. Tehát, hogy utólag visszagondolva arra, hogy a nagyszüleim viselkedtek velem, nyilván abban nagyon sok jóval tudatosabb szándék volt benne, mint a szüleim viselkedésében, akik próbáltak megfelelni önmaguknak, meg az önmaguk által fejtett képnek, aztán soha nem jött össze. Pontosan azért, mert a nagyszülőnek van ideje, plusz nem vagy ott mindig unokaként, így ez az idealizált viszony, ez fent tud maradni, és megint csak azt mondom, hogy a gyerek ebből profitál. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg. Én arra gondoltam, hogy én úgy éreztem, ahogy te ezt leírtad, hogy egész egyszerűen az élménytársadalom élmény
élmény gyermekei arról beszélnek, hogy húha, itt van egy nagy élmény, amiről nem kell lemaradni. Ha van nagy élmény, szerintem arról egyébként nem is nagyon akar senki lemaradni. Én azt gondolom, hogy a gyereknevelés, az unokára vagy oló vigyázás nagyon sokszor pusztán csak szolgálat. Semmi több. Nincsen benne élmény, nincsen benne igazán jó dolog, és az ember azért teszi meg, mert ez egyfajta kötelesség, egyfajta morális, vagy egész egyszerűen büntetőjogi szükség, hogy az a kölyök ne pusztuljon el. Tehát nem kell mindig odahazudni a világba azt, hogy a csodálatos élményt, hogy mindig ott van, csak te nem keresed elég jól. Általában szerintem nincsen ott, általában nagyon-nagyon sokszor párkapcsolat, unokaszülő kapcsolat az unokának a szülő, nagyszülőnél, a nagyszülőnek az unokánál. Legtöbb nagyon sokszor rossz. Most azért vitatkozom, mert hogyha hogy mondjam, ha ilyen emberi összélményként vizsgálod ezt a nagyszülő gyerek kapcsolatot, mondjuk felmész egy fórumra, ahol mit tudom én, egy régi, vagy a YouTube-ra, ahol egy nem tudom, régi slágert követnek és hallgattak meg mondjuk mit tudom én, 1,5 millióan, amiről mondjuk valamiért a kommentelőknek eszükbe jut a nagymamájuk, akkor 1000 szám fogod olvasni ezeket a kommenteket, hogy igen, bárcsak még egyszer ott lehetnék a nagymamámnál, jaj, még egyszer utoljára foghatnám a kezét, jaj, hogyha mit tudom én, amikor nem voltunk náluk falun, akkor milyen nagyszerűeket játszottunk. Nyilván tele van a valóság rossz, bántalmazó, elnyomó, stb. Most felmondom a brosúrában található összes fogalmat nagyszülővel, de mégis azt gondolom, hogy összélmény tekintetében a nagyszülő-unoka kapcsolat, amennyiben az létrejön és közeli, egy kiszámíthatóbb, kedvesebb, szeretettelibb és egyszerűbb világot jelent, mint egy jól működő szülő-gyerek kapcsolat, ami természeténél fogva terheltebb. Mindössze ennyit állítok. Amiről te beszélsz, az arról szól, hogy az idő megszépít mindent. Én nem azt mondom, hogy bántalmazó kapcsolatokat kell szépnek meg szupernek látni, hanem arról beszélek, hogy akár csak egy gyerekre való vigyázás az unalmas, végtelenül unalmas tud lenni. Nem rossz vagy jó, nem megoldhatatlan kihívás az ember előtt, csak egy idegörlő, végtelen, nyomasztó unalom. És erre valójában nincs válaszunk. Nincs az, hogy jaj, jobban kell csinálnod, jobban oda kell koncentrálnod, ott van a nagy élmény, csak vedd el, gondolkodj pozitívan. Nincs ilyenről szó, mert nem is létezik, hanem az emberi élet az nagyon sokszor igenis ilyen, igenis Jézusom, a nyári megpuszilt. Nem értem igazán, hogy miért, de hogyha azért a nagyapám pillanat lenne, akkor ez egy nagyon-nagyon tartalmas lelki közösség lenne kettőnk között. Mit szólsz ahhoz a mondás, hogy ez a saját gyerekeidet el tudod viselni, de másét tudod, vagy az ember, nagyon sokan úgy vannak, hogy igazából én nem kedvelem más gyerekeit, az sajátomat el tudom viselni, azért oda vagyok, teljesen másnak látom, ő hozzám tartozik, benne nem azt látom, hogy egy gyerek, hanem azt, hogy az enyém, és mindenki másét köszönöm szépen, nem kérem, tudod, és szerintem ez egy tömeges és egy érvényes mondás megint csak, márpedig, ha unokám van, az is másnak a gyereke. Nem tudom, nekem mindig azt mondta anyukám, hogy amikor mondtam, hogy borzasztó a gyerek, hogy sivít, üvölt, hogy lehet ezt elviselni, és akkor azt mondta nagyon bölcsen, hogy hát majd, hogyha neked lesz saját gyereked, akkor az nem fog zavarni. És jelentem, lehet, hogy nem az év apukája díjra fogok ezzel jelentkezni, de borzasztóan idegesít, hát, borzasztóan zavar, pont ugyanúgy, mint, sőt, még az a helyzet, hogy vadidegen gyerekkel kapcsolatban ott mindig ott van az emberbe az, hogy most nyilván, hogyha ott van egy vadidegen gyerek, általában a szülőt ismerem, és szeretem, és kedvelem, és jobban sajnálom őt, mint saját magamat, hogy neki ezt mondjuk napi 24 órába kell elviselnie, illetve mindig ott van a lehetőség, hogy hát ez véget fog érni, hát lassan elmennek, vagy mi megyünk, stb. A saját gyerek esetében nincsenek ilyen lelki kapaszkodók, csak... Meg elvileg a saját gyerekednek a sírás hangjára nem biztos, hogy jobban odafigyelsz, de ha jobban odafigyelsz, az egy evolúciós előny. Tehát, hogy tudod, felismered 100 méter messziről, hogyha 4 gyerek bömbölhet, akkor az egyik az a tiédnek a hangja-e, vagy sem. Figyelj,
én biztosan nem tudom, de a párommal voltunk óvodába, és nem lehet ilyen Covid előírás miatt bemenni, hanem, vagy bölcsödébe egész pontosan, nem lehet Covid előírás miatt bemenni. Kis házikó a jel. És hallottunk valami gyereküvöltést, és mondja a Dóri, hogy ez az Ádámka, vagy hát nem tudom, lehet, hogy az Ádámkát mondom, hogy lehet, nyilván benn van, tehát, hogy mi nem ismerjük fel, de hát lehet, hogy ez a legrosszabb bizonyítvány, amit kiállíthat magáról ember, ugye? Én a számonkérést látom ugye ebben az írásban, és ez érdekel, sőt, én egy picit oda is helyezkedtem, hogy én itt a nagyszülőket védeném meg ebben az esetben, nem is csak így relativizálással, hogy mivel egészséges, törődhetne többet, jöhetne többet, vállalhatna többet, hanem de jó, hogy egészséges, az milyen, amit az előbb azonosítottunk, hogy szülőként egyszerre kell egy gyerekről és egy nagyszülőről gondoskodnod. Tehát gyakorlatilag az egy mennyire jó állapot, hogy nem ápolnod kell 24 órában az öreg anyukádat vagy apukádat, hanem így megnyugodhatsz, hogy ő most egészséges. Ez az egyik. A másik, hogy mikor lehet számon kérni, azt gondolom, ha ennek tradíciója van, tehát hogyha te a gyerekkorodban sokat voltál a nagyszülőkkel, akkor ez egy minta, amit számon kérhetsz a szüleiden, akik most nagyszülővé váltak. Ha nálad sem volt ez természetes, de szeretnél ezen fordítani egyet, hogy na, akkor én most itt összerakom a tökéletes családot a tökéletes együtt töltött idők arányával, és előadott, hogy akkor nekik másmilyen nagyszülőnek kell lenniük, mint az ő szüleik voltak, akkor azért azzal nehezet kérsz. És ne felejtsük el, és ez egy tök érdekes szempont szerintem, ezt a transzgenerációs öröklődést, a memetikai viselkedés öröklődést, azt, ami vagy jóvátétel formájában motivál, vagy bosszú formájában. Tehát neked valahogy viselkedett mondjuk az apád, amit szerettél, vagy ki sem érdemeltél, hálát érzel ezért a gyerekeddel szemben, te is így szeretnél viselkedni azt, hogy te ezt ki sem érdemelted, és az apád nagyon jó apa volt, azt szeretnéd, ha a gyereked is megkapná, és ez egy motiváció. De ha az apád sokszor úgy viselkedett, ami igazából gyomorforgató, vagy éppen nem hálás lehetsz érte, nem bosszút állnál, akkor megpróbálhatod azt helyrehozni a gyereket felé, hogy te másmilyen apa vagy, de lehet, hogy csak odáig jutsz el, vagy csak annyi erőd marad, hogy igazából bosszút állsz a gyerekeden, hogy te se kaptál olyan apát, ő se kapjon. Ugye ezt látjuk sokszor, hogy ez egy helyreállító viszony lesz. Szerintem ez nem bosszú, hanem vagy egy bosszú álló jellegű. Arról van szó, hogy az ember, aki toxikus szülei vagy édesapja van, és bántalmazzák, traumatizálódik gyerekkorába, akkor, hogyha ezt képes racionalizálni, látja a rossz működést, akkor ezzel tud tudatosan szembe menni. És ennek nem az az ellentéte, hogy ő bosszút áll, miután ezzel lehet, szembesült, és a gyerekével, hanem egész viselkedik egyszer, ugyanúgy, ahogy vele viselkedtek. Átveszi az ember a szüleinek a mintáit. Például én nekem kifejezetten szerencsés vagyok szülők tekintetében, de apukámnak van egy-két nagyon rossz szokása, amivel ilyen borzalmasan idegesítő tudott lenni, vagy tud lenni, és magamon abszolút megfigyeltem, hogy egész gyerekkoromban utáltam, amikor anyámhoz így szól hozzá, meg így poénkodik, és elkövetem ugyanezt, és kimondom, már meg is bánom, mondom, hogy Úram Isten, tiszta apám vagyok, és mégis is megtörténik velem, hogy egyébként ez borzasztó. Tehát, hogy ilyenkor azt érzi az ember, hogy nem is ura saját magának, hanem tényleg egy ilyen program, ami le lett másolva, és így az fut, és így
maximum annyi közünk van hozzá, hogy néha így rá csodálkozunk, hogy hú, ez a program azért nem lett igazán jól megírva. Ez nagyon olyan, hogy ha egyedül vagyok, vagy barátokkal, fel sem merül, hogy a szüleimnek milyen viselkedés mintáját hordozom, szerintem ők tök jó barátok. Jó szülők is, de azért amikor párkapcsolatban figyelem a saját viselkedésemet, akkor ott nem telik el úgy nap, hogy ne fognék vissza valamit, ami szerintem egy ilyen kijavítható viselkedés minta. Ja, de visszafogod, tehát hogy te képes vagy. Igyekszem, ne? Mit tudom én mennyit, előfordul, hogy visszafogom, csak ennyit tudok, nem tudom azt mondani, hogy tökéletes határőrség működik, valószínűleg nem, de hogy megfigyelek nálam olyanokat, nincs ahol... Nincs határőrség, nálam hát valamennyit azért így fenntartanék. Na most akkor azért mondtam ezt a szülőtől gyerekre öröklődő viselkedés mintát, mert ez ugyanúgy működik a nagyszülővel is, tehát hogy olyan, a te szüleid olyan nagyszülőként tudnak funkcionálni, amilyen nagyszülőt ők láttak. Tehát ahogy te olyan apa tudsz lenni, amilyen apád volt, vagy azt tudod javítani, de amennyire ezt megfigyelted, amennyire tudatos vagy, ugyanez a dolog működik a nagyszülők viszonylatában is, tehát amilyen ükapád volt, olyan nagyszülők a te szüleid a gyerek számára. Érted? Hogy csak ott egy exponenciális szinttel távolabbról jönnek ezek a viselkedés minták. Ez azt is jelenthetné egyébként, hogy akkor annál inkább tradicionálisan kellene viselkedni, hiszen a te szüleidnek a nagyszülei, az pláne egy távoli generáció, egy teljesen más kornak az elvárásaival és az annak való megfeleléssel. De ez így, ezt ők hordozzák. Megint oda visszatérve, hogy a cikk szerzője ugye mit kér számon a szülőkkel kapcsolatban. Hogy visszaélnek-e szülők, ez még érdekel. Tehát, hogy van-e olyan, hogy valaki mondjuk tényleg, mit tudom én, 5 héten keresztül vigyázza az unokára, és akkor a szülők közben eltűnnek ilyen 17. nászútra, meg szétdobált ruhákkal ganzsáznak a lakásban. Baromi sok ilyen sztori is van, igen. Tehát, hogy egész egyszerűen az emberi természet olyan, hogy mindenki addig megy, amíg lehet. Tehát, hogy akármiben, akár politika, gazdaság, párkapcsolat, mindig az a pont, ahol az ember megáll, amikor a másik azt mondja, hogy na ne tovább. És egészen addig meg mindenki nyomul. Tehát a nagyszülők erejével, gondoskodásával, szeretetével való visszaélés, az szerintem egy pont annyira jellegzetes emberi működés, mint bármelyik. Mint mindenféle okot adni arra, hogy miért nem vigyázok az unokára. Itt felmerül a cikkben ilyen, hogy most ide utaznak, most a kerttel van a gond, most festenek, most felújítanak, most a szomszéd felújít, most orvoshoz kell menni, most a testvéreik mennek hozzájuk, ami tök jól élnek. Most ráadásul jönnek, most bejött valami kis fusi munka, tudod, kislányom kell a nyugdíj, kiegészítés és társai. Tényleg aktív emberek, akik csinálják, de ami megbocsájthatatlan, az tényleg az magadnak szültél típusú mondatok. Tehát, hogy az gondolom, hogy ez tehát jó Isten, hogy ne, egy... Csak ezt akkor is mondja, amikor még nincs gyerek. Tehát az erre mondtam azt, hogy ez ne legyen, egy háztartásban akkor... azzal a mondással, hogy mikor lesznek unokák, aztán megjön a magadnak nyilván, szülted az a nyilván, gyerek. Ez nem fér meg együtt. De az nyilván, de hát én elképzelem, hogy egy anya azt mondja a lányának, hogy magadnak fog szülni, és erre azt mondjuk, hogy rendben van. Szerintem nagyon nincsen rendben. Tehát, hogy egész egyszerűen szerintem az a minimum egy családon belül, hogy szeretünk, kitartunk egymás mellett, és a másiknak adott esetben még a rossz döntéseivel is, és az abból fakadó kényelmetlenségekkel is szolidaritást vállalunk. Hát ez... Nem is azt mondom, hogy emberi minőség, hát ez egész egyszerűen az embernek az ember maga. Tehát ha nem ilyen, akkor valami nagyon hiányzik. Tasnádi köszöni szépen a figyelmet, és köszöni, hogy ez zavart, nem akart. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.